Elkészült a magyar-szerb határon az úgynevezett manőverút, a kerítés mellett fut végig, és lehetővé teszi, hogy gyorsabban haladhassanak a lovas rendőrök, illetve a terepjárók. Az út ezzel javítja a határvédelem hatékonyságát. A jövőben egyébként tovább szigorodik a határvédelmi rendszer. Hamarosan megkezdődik egy második kerítés építése, amit hallhatták, valamint új kamera és jelzőrendszereket is telepítenek. Ha itt rámegyünk az útra, egész a Tiszáig ezen az úton el tudunk menni. Ünnepélyes külsőségek nélkül csak a legfontosabb tudnivalók ismertetésével adta át a büntetés végrehajtás a rendőrségnek az új manőverutat a magyar-szerb határon Herceg-Szántónál. A biztonsági határzár mellett húzódó 150 km hosszú utat rekordidő mindössze 60 nap alatt építették meg. Beruházás csak nem 7,5 milliárd forintba került. A 3,5 méter széles út két oldalán patkát, 140 km hosszan vízelvezető árkot is kialakítottak. Megépült két vasúti átjáró és 6 híd is. A fél méter vastag, zúzott kőből készült alap a 4,5 tonnás járműveket is elbírja. A manőverúton a járművek akár 60 kilométeres sebességgel is haladhatnak. Az út segíteni fogja azt, hogy jelzés esetén egy reagáló csoport azonnal a helyszínre tudjon érkezni, be tudjon avatkozni, pénzt, embert fogunk megsporolni ezzel, és bízom benne, hogy eredményes lesz a határrend és a határvédelem. Az utat a közforgalom számára nem nyitják meg, azt csak a határvédelmét ellátó rendvédelmi szervezetek használhatják. A manőverút elkészült, a határvédelmi rendszert azonban tovább szigorítják. Az út túloldalán hamarosan megkezdik egy második kerítés építését. Mindkettőre ideiglenes jelzőrendszer telepítenek, de lesznek reflektorok és kamerák is. Az ehhez szükséges 22 kilovoltos távvezeték már el is készült. A híradót Víg András tudósította Herceg-Szántóról.